2017-ben ön érdemelte ki a dr. Méhes Károly díjat. Milyen publikáció áll ennek a díjnak a hátterében? Az említett publikáció az agyvérzésekkel kapcsolatos tudományterületről származik. A betegek fele általában nem az agyvérzés közvetlen hatásába és annak térfoglaló jellegébe hal bele, hanem van egy típusú agyvérzés, szubarachnoidális vérzést követő jelentős átmérő csökkenés, érösszehúzódással jár. Ennek a mortalitása igen magas. Gyakorlatilag ennek a jelen terápiája is kifejezetten nagy kihívást jelent az intenzív terápia és az intenzív osztályos szakma számára. Milyen tudományos előzménye van ennek a publikációnak? Alapkutatással foglalkoztam a Pécsi Kórélettani Intézetben. Ott agykutatással kapcsolatos méréseket végeztünk patkányokon. Egyetemi éveimet követő időszak az már kicsit módosította a pályát. Nem közvetlen az agyi neuropeptidek hatásait vizsgáltuk, hanem az odaérkező Kollerákos professzor úr vezetésével megalakult mikrocirkulációs laboratóriumot építettük fel, és ott kezdtük meg a munkát. Minden típusú érválaszait vizsgáltuk. Próbáltam hasonló jellegű akut medicinával kapcsolatos kérdéseket keresni, így jutottam el az agyvérzésekkel kapcsolatos tudományterületre, ahol végül is a Méhes Károly publikációs díj alapjául is szolgáló tudományterületről sikerült összegezni azokat a alapkutatási céllal megtervezett, kivitelezett és konkludált eredményeinket, amit aztán későbbiekben felhasználva publikáció formában meg tudtunk jelentetni. Intracelluláris, tehát sejten belüli mechanizmusokat tisztáztuk. Mennyiben járul hozzá a jelenlegi munkaterülete a tudományos kutatásaihoz? Az intenzív terápia nagyon jó és széles spektrumot ad, mind beteganyag szempontjából, szívsebészeten kívül minden disziplína képviselteti magát hatalmas beteganyaggal, klinikai jellegű tudományos vizsgálatok természetesen helyet tudnak foglalni ezekben a későbbi tudományos területen is. Mik a hosszú távú tervei, mennyire marad a gyakorlati orvoslásnál, és mennyiben szenteli az életét a tudománynak? Hosszú távon mindenképp szeretném integrálni a tudományt, a tudományos gondolkodást, azt a fajta kritikus látásmódot, amit el lehet sajátítani egy ilyen tudományos munka megírásával és az arra való felkészüléssel. És milyen lehetőségem lesznek, azt természetesen most nem tudhatom, viszont mindenképp részese szeretnék lenni annak az integrált folyamatnak, hogy az akut medicína és a tudomány részhamazában tudjak helyet foglalni.